Papát úr, itt, akit vendégül látunk, mindig megkérdezzük, hogy mi a kedvenc étele, vagy mi az, amit ma este legszívesebben megenne. Hát, hogy az előzetes beszélgetésből ezt már kinyilatkoztattam, hogy jelenlévőknek én minden evő vagyok, tehát olyan vagyok, mint az igazi főemlősök, ugye a medve, vagy a majomfélék, azok mindent megesznek, mindent megrágnak, ami nem műanyag, és nem kő, és nem emészthetetlen. Hát, én is így, nagyon finoman főzök. Én is így vagyok ezzel, hogy a bizalom zarándok útja, hogy ez az a hívő embernek egy nagyon sajátos vonása, úgyhogy én mindig megbízok abban, aki az ajánlatot teszi, meg aki meghív, úgyhogy ilyen formán egy bizalommal elfogadott minden jól elkészített ételt, még a spenót tükörtojás variációt is nagyon szívesen elfogadom. De hogyha van egy kis hús hozzá, akkor ez mindig jó tesz, hogyha ilyen bízom a házigazdának a tisztésében, meg az ajánlatában. Hát nagy megtiszteltetés számomra, hogy vendégül láthatjuk szerünk az apátodat. Nem először, a tisztelünk hozzá. Így van. És mivel hogy ránk bízta az étel elkészítését egy olasz sonkával, szárított paradicsommal, füstölt sajttal töltött csirkemellfilét fogunk készíteni, és ehhez adunk egy rukkolás parmezános bizottot, és egy friss salátát, joghurtos kapros dressinget. Reméljük, hogy íz lesz. Köszönöm szépen, ez ilyen nyugtató esti könnyű vacsora lesz. Úgyhogy... Reméljük. Akkor kezdjük el a beszélgetést, az lehet, hogy nem lesz ennyire nyugtató. Köszönöm. Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, a tévénézőit, és külön szeretettel köszöntöm Dékány Árpád Szisztusz főapát urat. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött ide közénk. És köszöntöm a kedves jelenlévőket, meg a képernyők előtt ülőket, és hát köszönöm a meghívást. Főapát úr, itt először szeretnénk a vendégeinket egy kicsit közelebb hozni a nézőkhöz, illetve a vendégekhez. Ezért, ha megengedi, ilyen személyes dolgokkal kezdenénk a beszélgetést. Annyira személyessel, hogy valószínűleg nem emlékszik rá, hogy mikor találkoztunk mi először személyesen. Az én számomra ez nagyon nagy élmény volt, az ön számára valószínűleg nem annyira. Az apátságban volt egy sajtótájékoztató, ahol már nem is tudom, hogy milyen alkalomból, és amikor vége volt a hivatalos résznek, akkor ott beszélgettünk a kávénál, és volt, nem tudom, hogy hogyan került szóba a vallásos csalás, a vallásos szélhámosság, és volt ott önnek egy olyan mondata, ami engem nagyon megérintett. Elmondta, hogy van valahol Olaszországban, ha jól emlékszem, egy város, ahol Keresztelő Szent János gyermekkori koponyáját mutogatják, mint erekjét, és engem ez annyira megfogott, hogy itt van egy, akkor még nem volt apát, nem volt főapát, hanem, ha jól tudom, csak egy egyszerű szerzetes, de erről majd még beszélgetünk. Az volt az aranykor. Igen, majd ezt kifejtheti bővebben is. Tehát engem akkor az nagyon megérintett, hogy itt van egy ember, aki elkötelezett, van egy iróniája, de nagyon józanul látja a dolgokat. Valóban ilyen az ön személyiségen is így gondolja, hogy józanul, de mégis szükséges iróniával tudja kezelni a helyzetet? Bármennyire is hihetetlen, én azok közé sorolom magamat, akik önmagukat objektíven látják. Persze ez nagyon szerénytelen megjegyzésnek tűnhet, de annyiban igaz, hogy törekszem rá legalábbis, hogy önmagamat objektíven lássam, és azért ha némi büszkeség is szorul időnként a szavaim közé, ezt igyekszem nagy alázattal és a másik iránti tisztelettel és megbecsüléssel megfogalmazni, vagy közvetíteni. Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak az egyik legsajátosabb és legfontosabb vonásai közé tartozott, hogy mértéktartó, reális, igazán emberi módon megnyilvánuló, és a világot és benne az ember, meg az ember a problémáit világosan látó személy volt. De pontosan ez az ember arcusága a kereszténységnek az, ami szerintem nagyon is hódító tud lenni
abban az értelemben, hogy az emberek szimpátiáját, érdeklődését, az egyházhoz való pozitív viszonyulását leginkább elősegíti. És hát valljuk meg őszintén, hogy azok a pápák, azok a papi személyiségek, azok a püspökök, akik ezt az ember arcúságot megjelenítik, hordozzák, közvetítik, kisugározzák, azok a legsikeresebbek, abban az értelemben, hogy leginkább elfogadottak az emberek körében, az egyház körében is. Hát gondoljunk akár Márti János pápára, vagy Ferenc pápára, az aktuális pápára. De egyébként 16. Benedek pápa is ezek közé tartozott. Legfeljebb ő ezt egy kicsit másként tudta kommunikálni. De gondoljunk csak Böjte Csabára például, akinek a személyiségét jól ismerjük. Tehát ez az emberarcú kereszténység, ez a realista kereszténység, ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. Lehet ezt aktívan emberek között megélni, lehet visszavonultan, egy kicsit magányban, egy kicsit ilyen szerzetesi egyszerűségben, egy kicsit a világtól elzárkózottan, de nem teljesen elzárkózottan, hiszen maguk a remeték is, bármennyire is a remete szóból az asszociáció támad számunkra, hogy elvonultak, visszavonultak, azért nagyon sok remete, nagyon sok vendéget fogadott. Olyanokat, akik keresték önmagukat, akik keresték a helyüket a világban, keresték az életüknek az értelmét, a célját, azok egyre másra kizarándokoltak ezek az eremetékhez. Egyébként ebből alakultak ki az első szeretes közösségek is, hiszen ez a fajta életforma megtetszett az érdeklődőknek, és egyre másra ott ragadtak remeték közelében. A Szemberdek atyánk is így formált az első közösséget. Ennek a realizatikus magközelítésnek azt hiszem, hogy igazán van a jó értelemben véve piaca, vagyis erre van igénye az embereknek őszintén. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, és hogy kapaszkodjak bele abba, amit itt a vége felé említett, hogy sokan elmentek ezekhez a remetékhez, és így alakult ki a szerzetes közösség. Hát az ön számára ez hogyan történt meg, hogyan kapta az elhívást, vagy egyáltalán pontosabban engem igazából az érdekel, hogy hogyan élte meg azt a gondolatot, hogyan fogant meg, és utána hogyan élte meg, hogy ön szerzetes lesz. Ez egyik pillanatról a másikra történt, vagy egy hosszabb idő, vagy a család hatására. Hogyan került ide? Nagyon nehéz ezt úgy elmondani, hogy rövid is legyen, meg talán lényegre törő is legyen. Én kisgyermekként, amikor megkereszteltek, akkor egy ciszterci atya keresztelt meg. Válaszolt a második kérdésemre. És hát nyilván én kisgyerekként ezt akkor nem tudtam regisztrálni. Aztán, ahogy egyre nőttem, a családunknak ez a ciszterci atyával, Zámbó Imre rendi nevén öcsém atyával, egy nagyon jó, mondhatom azt, hogy családi, lassan jó kapcsolat alakult ki. És amikor túlságosan is realisztikus emberként nagyon sok fiatal családot megfogott, és a templomba idézőjelben kényszerített a beszédeivel, a viszonyulásával, a szuggesztív sajátos egyéniségével, akkor az állami egyházügyi hivatal, 60-es évek végén vagyunk, 70-es évek elején, ezt nem jó szemben nézte, ezért gyorsan elpaterolták, elküldték egy hansági kis faluba, a Fehértó községbe, az a Győrsövényház, Lébény, Enese közelében található kis település, és hát ott kellett tulajdonképpen lelkipásztori munkát neki folytatni, és mi időről időre szinte minden hónapban fölbukkantunk nála a családostól, és ott töltöttünk egy hétvégét. Úgyhogy olyan volt, mint egy családtag, mint egy nagypapa szinte. Úgyhogy azt hiszem, az ő egyénisége az nagyon sokat számított abban, hogy én így döntöttem. Aztán már 5 évesként, tehát már óvodásként ott álltam az oltár mellett, a templomtól 80-100 méterre laktunk, tehát ilyen formán tényleg csak átszaladtam, és már is ott voltam a selkrestjében. Amellett persze az ottani lelkipásztorok, akik ott szolgáltak, káplánoknak az egyénisége is nagyon sokat számított. Tehát gondolok itt Békés János atyára, aki viszonylag fiatalon halt meg, aztán Bedi Sándor atyára, aki még ma is Fehérvári Egyházmegye kötelékében szolgál, aztán Szabó József atyára, akinél első áldozó voltam, aztán később nyugatra emigrált, és a nyugati magyarok pasztorálásával foglalkozott Franciaországban, Németországban, Svájcban.
Azután hát meg kell említenem még Győri Imre atyát, aki jelenleg is a Győri Egyházmegyében szolgál, aztán hát nem utolsó sorban és legmeghatározóbb, úgy seltülő koromban Németh László atya volt, aki most pillanatnyilag a Győri Egyházmegyének a helynöke. Az ő egyénisége, meg az ő kedvessége, meg az ő mondjuk így törődése, atyaisága nagyon sokat számított. Aztán gimnazistaként Paumahalmára kerültem, és ott a Paumahalmi Bence és atyák között ismertem meg igazán közelről élő eleven valóságában mi az, hogy benedeki szerzetesség. És az érettségit követően nem azonnal döntöttem úgy, hogy én papnak vagy szerzetesnek állok. És itt is volt egyfajta fokozatosság, miután a teológiát civilként, laikus hallgatóként kezdtem el a győri teológiai főiskolát, és eltelt egy esztendő, amikor aztán végül is úgy döntöttem, hogy jelentkezem a novíciátusba, és Kerekes Károly akkori zirciapátornál jelentkeztem, és akkor Nagyvenyibe kerültem, Primász Gábor Róbert atyával együtt, négyen voltunk akkor a novíciátusban, hát ketten maradtunk meg fölszentelésig, ő és én. És hát Nagybenyémből aztán Rómába kerültünk, és ott tulajdonképpen a hivatásom, vagy a döntésemnek a megerősítése az a novíciátus alatt történt meg, amikor is hát március hónapban egy olyan alkalommal, amikor a szüleim ott voltak az öcsény atyánál, plébánián, azt megelőzően néhány héttel kaptunk egy csomagot a novíciátusra, mindenféle finomság, a kávéval, sonkával, disznótorossal, jó kis házi pálinkával természetesen, amit hát Elizeus atya nem jó szemmel nézett, hiszen nem szerzetesnek valók ezek az étkek így a nagybőjt elején, de hát öcsény atya jól ismerte Elizeus atyát, és tudta az, hogy ügyes beosztással majd azért elfogyasztjuk ezeket a földi javakat. Nem sokkal ezután a csomagbontás után jött a hír, hogy március 15-én vagy 16-án édesanyám születésnapján gyakorlatilag, mikor ott voltak szüleim az öcseny atyánál, akkor halt meg egy ebéd után, lepihent, és többet nem kelt föl. Éppen csöngettek, valaki kereste lelkipásztori okok miatt, édesanyám ment, hogy szó neki, fölébresztés, hát addigra megállt a szíve, szívelégtelenségben szenvedett egy súlyos szívizomgyulladás után. És ez az esemény pont a novíciátus alatt történt, mert pont egy ilyen szívhez szóló üzenetet fogalmazott meg, valahol az a levél elkeveredett, nem találom azóta se, de ugye az alapvető gondolatok úgy bennem motoszkálnak még most is, és ez volt számomra a jel, hogy ő eltávozott, akkor nekem itt a helyem, és valójában az ő mondjuk így szerepét, karakterét kell valahogy tovább vinnem, vagy vállalnom. Tehát én így értelmeztem az eseményt, tehát nyilván egy kívülálló másképp ítéli ezt meg, de ez volt az egy a legfontosabb megerősítés számomra, hogy ezen az úton kell maradni. És aztán hát ennek jegyében teltek, múltak az évek, és lekerültem Pécsre, azután Pécsről egy kis időre Fehérvárra, és utána Fehérvárról pedig a többiek beszavaztak ide az apátság élére. Azt mondta, hogy négyen indultak, ugye, és ketten maradtak. Másoktól is azt hallottam, hogy nagyon kemény az első időszak. Tehát ilyen embert próbáló az első pár év. Igen, aztán még keményebb a többi. Tehát... Ez nagyon megnyugtató volt szerintem azok számára, akik most gondolkodnak, hogy esetleg megpróbálják. Hát házasságban is így van, hogy az első idő nagyon szép, olyan kedves, olyan rózsaszín, olyan, mondhatom azt is, hogy happy, és akkor eltelik néhány esztendő, 5-10 év, akár 30 vagy 40, akkor azért a nehézségeket is érzékelik a házasságban élők, tehát azt hiszem, hogy ilyen szempontból egy cipőben járunk a házas emberekkel, hogy eleinte minden ilyen szép és rózsás, aztán jönnek a küzdelmek, de hát pont ettől, ugye a szeretet az nem érzelem, majd mondhatnám azt is, hogy a szerelem sem pusztán érzelem, hát persze erősen olyan jellegű és olyan töltetű, de az igazi szeretet az egy döntés, és nem egy döntés, hanem egy döntéssel megindított döntéssorozat. Tehát az ember valamit igazán választ, nap mint nap kell vállalnia, és ez nem mindig könnyű. Ezekért a vállásokért naponta meg kell küzdeni,
ilyen értelemben a szerzetesnek is naponta kell vállalni azt, amit első igennyével magára vont, hogy így mondjam. Az az önátadás, ami az örökfogadalomban megvalósult az oltár előtt, amikor leborulunk, az egy napi feladat, csak nem minden nap jelenítjük meg ezt ilyen gesztusokkal, de lélekben valójában minden nap ezt meg kell élnünk, vagy meg kell ismételnünk. Igen, Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet az hosszú tűrő és kegyes. Ezt ugye karácsonykor mindig olyan szépen el szokták szavalni, de nem biztos. Mindent oda, elvisel, mindent oda, elhisz, igen. Igen, nem figyelnek oda arra, hogy tényleg mit is mondanak az emberek. Akkor egy kicsit lépjünk tovább. Azt, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott az előbb, hogy beszavazták a többiek apátnak. Hogyan lesz valakiből apát, főapát? Hát most a szent lelket kéne akkor meginterjúolni, mert ugye, ő tudja legjobban, hogy hogyan intézi az embereknek a dolgait lélekben és de fejben. Mi a technikája itt a Földön, mondjuk úgy? Hát a technikája az roppant egyszerű, nagyon demokratikus. Még demokratikusabb, mint a politikai szavazások. Ugye azt, hogy demokratikusnak szokták mondani, de én szerintem az nem annyira demokratikus, mert mindenféle kampányok vannak, meg győzködjük egymást. És az apát választásnál, amikor egy közösség tagjai megpróbálják kiválasztani önmaguk közül azt, akit a leginkább alkalmasnak tartanak arra, hogy ezt a nagy keresztet vigye. Ez persze vannak beszélgetések azt megelőzően, hogy ez az esemény küszöbön áll, de olyan igazi kampány, hogy egymást győzködjük, hogy ez lenne a jó, az lenne a jó, ha erre szavazol, akkor ez ezzel jár, ha arra szavazol, akkor az azzal jár, ilyen jellegű kampány nincs. Jogi értelemben ez úgy működik, hogy van egy próbaszavazás, ami titkos, van egy jegyző, vannak szavazatszámlálók, illetőleg van egy szavazást a apát választó káptalant elnöklő vezető személy, ez a mi esetünkben itt Zirce mindig a generális apát, a rend generális apátja. Ez ebben az esetben is így történt 2011. január 8-án, és akkor az első próbakörben kiderül, hogy ki az a 2-3 potenciális jelölt, aki szóba jöhet, és végeredményben ez a szavazás megmutatja, hogy kik az a közösség tagjai közül, akik leginkább szóba jöhetnek. Rendszerint ebből a 2-3 emberből kerül ki a következő, immáron éles szavazáskor az apát személye. Ha az első hivatalos szavazás, titkos szavazási körben valaki a jelöltek közül, a próbaszavazáson, fölmerülő nevek közül, vagy bárki, aki választható, megkapja a 2/3, akkor gyakorlatilag az első körben eldőlt az apát személye. Ha ez nem dől az első körben, akkor a második körben az a 2 megy tovább, aki relatív többséget kapta, és akkor a második körben 50% plusz egy szavazattal már megválasztható az új apátnak a személye. Akkor nem. Tehát gyorsan le lehet ezt játszani, hogyha elég érett a közösség, vagy elég nagy a szükséghelyzet. Rendszerint nem is szokott ez olyan hosszadalmas lenni. Igen, igazából arra gondoltam, hogy a szent lelket nem vesszük figyelembe ebbe az esetben, akkor nem, de nem mindig... felül, igen, figyelembe vesszük, tehát, na, bocsánat, nem jól fogalmaztam elnézést. Igen. Tehát nem valaki más mondja meg azt, hogy ki lesz nem, az nem, apát. Nem. Tehát ugye régen a püspököket is egyébként úgy választották a keresztény közösségekben, aztán persze ez másképpen alakult, de egy szeretes közösségben fontos, hogy érezze a közösség előjárója a bizalmat. És ezt a közösség úgy tudja kifejezni, hogyha hát egy meggyőző többséggel választja meg az előjárót önmaga számára. Nyilván itt is hullámzik ez a bizalom, mert ugye akik bíznak, azok időnként a bizalomban való állhatatosságukat egy kicsit talán elvesztik, de hát hogy a családban is, a szülő-gyerek kapcsolatban is alapvetően megvan a bizalom, a töretlen bizalom, de hát vannak az időnként eltávolodások és talán konfliktusok is, de alapjában végén mindig meglátja a gyermek, hogy azért a szülő jót akar neki, és nem a kárát szolgálja és keresi, hanem épp ellenkezőleg a javát. Tehát egy közösségben mindig így működik, egy szeretes közösségben is. Kicsit nehéz önnel is riportot csinálni, mert mindig válaszol a kérdésemre, amit szeretnék feltenni. Mert tulajdonképpen most azt akartam kérdezni, hogy ugye amikor először találkoztunk, akkor még ott a testvérek, ugye egymás között úgy szólították, hogy 60, és akkor utána egy pár
hónap múlva pedig a pátúr. Ezt hogy lehet megélni? Hát, ön hogy éli meg? Tehát ilyen titkokra vagyunk most kíváncsiak, ilyen gyónásra, ha úgy tetszik. A testvérieség az megmarad utána is, tehát én nem vagyok az a feudális típus, aki eljátsz, hogy tulajdonképpen ő a méltóság és a többiek az alattvalók. Nem is ilyen alkat vagyok, tehát nem is állna jól nekem ez a szerep, azt gondolom. Vannak olyan típusú személyiségek, akiknél nem is tudom mást elképzelni, csak ezt a fajta. Nagyon közvetlen volt önnel a kapcsolat, én azt láttam. Tehát igen, ugye én gyerekek között éltem a szeretes életemnek a nagy részét, ennek vannak előnyei, meg hátrányai. A hátránya az, hogy az ember megfertőződik a közvetlenséggel, a jó beszédkészséggel, a szellemességgel, és kevésbé jellemző rá a visszafogottság, hiszen a gyerekek között önként is előtérbe kerül az ember személyiségében a kommunikáció, a kapcsolatteremtés, a kapcsolattalás, a másik való odafigyelés, egyfajta intenzív interakció jellemzi a gyerekek közötti életet és szolgálatot. És hát az alap természetem is ilyen volt, nem tudom, hogy kitől örököltem ezt a családból, hiszen édesanyám és édesapám is kicsit visszafogottabbak voltak mindig is, sőt a bátyám is, egy kicsit kevésbé kommunikatív, közvetlen alkat. Hála Istennek ennek megvannak az előnyei, természetesen a hátránya is, hiszen az ember hajlamos ilyenkor egy kicsit többet nyüzsögni, többet kommunikálni, többet szervezkedni, mint amennyit esetleg kellene, vagy amennyit bír. Az ember rájön, akkor utána megáll, és egy kicsit pihen. Vagy ha figyelmeztetik erre, akkor megáll, és egy kicsit pihen. Ez a közvetlenség megmaradt most is a testvérek között, tehát én nem az apátúr vagyok nekik, magunk között vagyunk, bár így tekintenek rám nyilvánvalóan. De tegező viszonyban vagyunk egymással, idősek is, fiatalabbak is egyaránt. Apátúr, amikor megválasztották, akkor tudta, tisztában volt azzal, hogy mit kell ezután felvállalni, és én most itt nem csak a szerzetes közösség életére gondolok, hiszen itt Szircen azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy hát az apátság a város életében, meg hát valamilyen szinten az ország életében is nagyon-nagyon komoly feladatot vállal magára, és azt hiszem ennek a nagyobb részét az apátnak kell hordani a vállán. Elméletben tudtam, hogy mit vállalok. Gyakorlatban, hát aztán kiderült, hogy mit vállal az ember, de ez is mint a házasság. Tehát elméletben tudjuk, hogy kit veszünk feleségül, vagy kihez megyünk férjül, hogy így mondjam. Aztán később elválik, hogy végig is mi az igazi valóság. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen feladat, egy ilyen szolgálat, az mindig bizonyos váratlan feladatokkal, nehézségekkel is jár. Őszintén szóval megilletődött voltam, amikor kiderült az eredmény, és amikor választ kellett adnom gyakorlatilag néhány másodpercen belül. Persze mindig van egy elképzelése mindenkinek a közösség tagjai közül, hogyha ő lenne az apát, akkor mit tenne ilyen, olyan, amolyan esetekben, mit tartana igazán fontosnak, mi az, amit igazán lényeges szempontnak, törekvésnek, célnak tekinteni és állítani a közösség elé. Nekem is voltak nyilvánvaló ilyen elképzeléseim, de én sose abban gondolkodtam, hogy ha én leszek az apát, akkor mit fogok csinálni, mert nem erre törekedtem. Ugye szerintem nem az a célja, hogy az érre kerüljön, hanem az a célja, hogy ott, ahol van, ott megfelelőképpen ellássa rábízott feladatokat. És hát őszintén szóval mindig jól éreztem magam abban a szerepben, amit rám osztott Polikárp apátúr, vagy Károly apátúr. Még akkor is, hogyha időnként eleinte talán berzenkedtem miatta, vagy ellenkeztem, vagy talán rossz néven vettem, ilyen is előfordult. De a Jóisten mindig megadta azt az ajándékot nekem, hogy utóbb örültem annak a feladatnak, amit kaptam. Próbáltam így elfogadni az apáti feladatot is, hogy tudtam azt, hogy körülbelül mivel jár, volt elképzelésem, elméletben tudtam azt is, hogy mi a feladatom, de tisztában voltam azzal is, hogy improvizálni majd sokszor sokféleképpen kell, és nagy felelősség is ez, mind az apátság személyi, lelki jövője szempontjából, mint pedig hát más egyéb igazgatási, gazdasági szempontból egyaránt.
Én szerintem a nézők nagy része, ahogyan én sem voltam egészen tisztában azzal, amíg nem kezdtem el felkészülni erre a műsorra, hogy mi mindennel foglalkozik a főapát, mivel foglalkozik az apátság, vagy nem is tudom, hogy hogyan kellene ezt megfogalmazni, csak azt hallottam, hogy most nem jó riportot készíteni az apátúrral, mert éppen Dallasban van, és hát ilyenkor az ember fejében azt fordul meg, hogy beszálltak az olajüzletbe is, vagy hogy működik ez a dolog. Hát az olajüzletben már nem érdemes beszállni, mert hamarosan véget ér az olajkészlet a Földön, bár sokan másképp gondolják. Hát hál' Istennek Dallasba egy évben csak egyszer kell menni, úgyhogy nem is nagyon... Ezért nem nagyon sajnáljuk, jó? Én soha életemben nem repültem Európán kívül, sőt repülőre is már 40 éves voltam, majdnem, amikor először életemben repülőre ültem. Én ilyen földhöz ragadt ember vagyok, tehát jobb szeretek a Földön járni és kevésbé röpködni. Hát ugye a dallasi apátságunk az hozzánk tartozik, hiszen az emigráns atyák alapították, ezért aztán az irci apátnak dolga és feladata, hogy egy kicsit őket is, hogy így mondjam, reprezentálja. Ők a maguk autonóm életét élik, az a fajta intenzív kapcsolat, amely korábban jellemezte az irci és dallas kapcsolatát, ez egy picit háttérbe szorult, nem azért, mert megfeledkeztünk egymásról, hanem hát mindenkinek a magáé megvan a sajátos feladata. Egyfelől másfelől egyre nagyobb létszámú az amerikai születésű és származású tagja a dallasi közösségnek, akik talán már nem érzik annyira nem kötődnek fontos. Annyira. Hát természetszerűleg kevésbé kötődnek Magyarországhoz és a magyar gyökerekhez, bár szeretik és tisztelik mindazt, amit ugye az irci apátságból meríthettek, és mindaz, ami ott elindult, az gyakorlatilag az irci apátság tagjainak köszönhető, és nagyon nagy becsben tartják az idős atyáink emlékét, életművét, a még élő atyákat nagy szeretettel veszik körül ezek az amerikai fiatalok, és tényleg nagyon épületes tapasztalat volt ott közöttük eltölteni jó néhány napot. Egyéb iránt meg nem az a fő feladat, hogy utazzak, hanem az intézmények okán kell sokszor távol lenni. Igen, az apátságról. Én ezzel csak bevezetni akartam, elnézést, hogy közbevágok, csak bevezetni akartam, mert aztán rengeteg más feladata is van itt Magyarországon is, de még akár itt a városban is. Soroljon fel néhányat, ha fel tudja sorolni a nézőinknek, mert azt hiszem elcsodálkoznának rajta, mert én magam részéről is arról voltam meggyőződve, hogy hát a szerzetes az egy kellemes, nyugis élet, tanul, tanít, képzi magát. Lehet, hogy titkot árulok el a kedves nézőknek, de hát még az ókorban sem volt olyan nyugis, remeték élete, mindig zaklatták őket. Hol a gonosz lélek, a kísértés zaklatta őket, hol valami érdeklődő, hol a többi remetének a gondja, hol a külvilágból oda vetődő embereknek a gondja. Alapjában véve a szerzetes egy nagyon elfoglalt ember. Elsősorban talán az Isten ügyével kéne neki foglalkozni. Tehát a legfontosabb feladata nem csak egy apátnak, egy szerzetesnek, és leginkább az imádság volna. Sokszor kicsit úgy szégyellem is magamat, magunkat, mert ez a sokféle elvárás, ami velünk kapcsolatosan megfogalmazódik, megjelenik a mai világban, bizony rengeteg energiánkat, így mondjam, fölemészti, fölőrli, és sokszor egy kicsit fáradtan, sokszor egy kicsit olyan kötelességszerűen végezzük az imádságot, pedig pont az imádságba kéne felüdülést és erőt meríteni, sőt, ebből kéne nekünk is másoknak erőt sugározni és átadni, de alapvetően mégiscsak erre kell törekednünk, és tetszik vagy nem tetszik, bizonyos módon én kénytelen vagyok egyfajta kompromisszumot kötni magammal, meg a helyzettel, hiszen az iskoláink, illetőleg az apátság jövőjét, fejlődését, lehetőségeit biztosító tennivalók, azok bizony sokszor a távollétet kívánják meg tőlem, akár arról van szó, hogy egyfajta lelkipásztori módon jelenjek meg az iskolákban, különböző helyeken, akár azért, mert konkrét tárgyalásokat kell folytatni megfelelő döntéshozókkal, közreműködőkkel, különböző, mondjuk így, ügyfelekkel, hogy ilyen hivatalosan fogalmazzak. És hát persze az iskoláink is igénylik azt, hogy időről időre az ember megjelenjen az ünnepeiken, közreműködjön jelenlétével, kifejezze azt, hogy igenis számítanak, hozzánk tartoznak, fontosak nekünk. Ebben a tekintetben
az én helyzetem egy kicsit más, mint az előző apátoké volt. Károly apát úr volt még olyan, aki nagyon sokat jött, ment így lelkipásztori szempontból, eleve egy ilyen lelkipásztori alkat volt. Polikárp atya főként a betegség, a fizikai állapot, amiatt ezt kevésbé tehette meg, de annak ellenére, hogy olyan nehezen mozgott, és a betegsége miatt sokszor ágyhoz volt kötve, ennek ellenére elég sokszor megjelentő is itt-ott. De ehhez képest én nyilván aktívabb vagyok a koromnál fogva is, meg aztán azért is, mert az 5 iskolából 3, sőt 4 intézményben valójában én magam is tanítottam, tehát személyesen ismer a tanári kar egy része, a szülői közösség egy része. Bocsánat, beszéljünk egy kicsit az iskolákról, de én úgy gondolom, azt is azért el kéne mondani a nézőknek, a nyáron itt volt az oktatásügyi államtitkár Rózsa asszony, és tartott egy sajtótájékoztatót, de azelőtt önöknél volt, önnél volt. Áruljon hát titkot, hogy miről volt szó. Mert a sajtótájékoztató, hogy minden szép volt, minden jó volt. Én azt gondolom, hogy Hoffmann Rózsa államtitkár asszonya nagyon jó kapcsolata van a ciszterceieknek, már csak azért is, mert Robert atyát tanította az egyetemen például, de nagyon jó kapcsolata volt a katolikus pedagógiai szervezési intézettel is Rózsa asszonynak korábban. Nagyon sokat segített az egyházi oktatás vonalán korábban, még nem államtitkárként. És hát több olyan személyes találkozásunk volt, amikor hát hogy így mondjam, közös platformon voltunk. Én kellő tisztelettel és megbecsüléssel fordultam mindig a politikusok értünk végzett munkájokán a személyek felé. Különösképpen, hogyha valaki ugyanazt az értékrendet, ugyanazt az elképzelést, ugyanazokat a célokat tartja elsődlegesnek és fontosnak, mint mi magunk. Nyilván ez segítség azoknak is, akik az ország élén állnak, és nekünk is, akik ott a helyszínen, a szolgálatban próbáljuk ezeket a célokat, értékeket érvényre juttatni. Tulajdonképpen államtitkár asszony csak egy kicsit felüdülés okán tért be az apátságba, és remélem, hogy ez számára is üdítő volt, abban nagy melegben ráadásul viszonylag hűvös van benne a falakon belül, és hát tényleg egy ilyen kis baráti, vagy mondjuk így partneri megbeszélés volt, semmiféle konkrét politikai, vagy egyéb más célzata nem. Iskolákról sem beszéltek. Mi azért beszéljünk, mert azért ez egy nagyon, én azt gondolom, egy nagyon fontos téma. A feleségem, amikor járt a Szent Imrébe, akkor valami másnak hívták, talán József Attilának, de mindenki Szent Imrének nevezte már akkor, és nem ez az egy iskola van, ugye? Van valami közös Szent Imrében és József Attilában, igen, mindketten az Istent keresték. Hát Szent Imrének kicsit látványosabban és jobban sikerült, de azért bízunk abban, hogy József Attilának is. Én a bentés atyáknál, Rihárd atyától nagyon sok jót tanulhattam József Attiláról, meg az ő szellemiségéről, úgyhogy nagyon becsülöm és tisztelem. Hát nyilván annak idején, mikor ez a névadás volt az iskoláinknál, akkor egyfajta munkásmozgalmi vonását próbálták kihangsúlyozni József Attilának, ami hát igaz, csak minden költő, vagy minden az ember esetében nagy hibát követünk el, ha csak egy karakterelemet emelünk ki, és azt megpróbáljuk az egész személyiségre kivetíteni. A személyiség, az emberi személyiség az mindig egy komplex dolog, érdemes több oldalról vizsgálni, meg ilyen módon viszonyulni hozzá. Az iskoláinknak a többsége, vagy hát mindegyike igazából azok közé tartozott már korábban is, a feloszlatás és az államosítás előtt is, amely iskolák nagyon komoly szerepet játszottak az ország társadalmi és szellemi elitjének a képzésében, mondjuk így az előkészítésében. Később, amikor a Szent Gotthárdi apátságot megkapta az Irci kongregáció, az Irci apátság, akkor a bajai iskolát is megteremtettük, fölépítettük, átvettük. Emellett pedig hát a Szent Imre gimnáziumot Budán a Villány úton maga a rend építette föl a 20-as években, gyakorlatilag Trianon után. Abból a fajta gazdasági háttérből tudta az iskolák színvonalát, infrastruktúrális és oktatási színvonalát biztosítani rend, amely anyagi hátteret a birtokokból, az ott folytató gazdálkodásból tudtak létrehozni és előállítani. Tehát azt lehet mondani, hogy
egy teljesen önellátó rendszer alakult ki, hiszen nem az állam finanszírozta ezt a munkát, hanem a rend a maga anyagi lehetőségeit arra használta, hogy színvonalas nívós iskolákat tartson fönn. Ennek köszönhetően ez a nívó, ez nem csak egyfajta szakmai nívó, hanem egy lelki, spirituális, intellektuális igényesség is a jezsuita hagyományok alapján, de a ciszterci lelkiség alapjain folytatódott ez természetesen, és ennek köszönhetően lettek olyan egyéniségei a magyar társadalomnak, mint például Ibl Miklós, vagy Semmelweis Ignác, vagy Vekerle Sándor, vagy Vörös Marti Mihály, vagy Babits Mihály, vagy a pécsiek közül is néhányat említsek, de hát több olyan egyéniség is volt, akik történelmi szerepet is játszottak az aradi véletlenek közül is. Az egyik például a pécsi iskolánkban érettségizett, vagy épp például az Aulich tábornok úrnak az egyik leszármazottját, aki szintén Aulich névre hallgat, tanítottam is a pécsi iskolánkban. Tehát ezek a történelmi gyökerek ott vannak, és élnek, és lüktetnek. És hát ezeket a gyerekeket, akik most oda járnak, ez nagyon motiválja is. És igyekszünk, és törekszünk arra, hogy ezeket a szellemi lelki gyökereket fölismerjék, megismerjék, és lássák, hogy az a pad, vagy azok a falak, vagy az a hely, ahol ő tanul, az sok más szellemi nagyságnak is a kialakulásához segítséget nyújtott. Más egy ilyen légkörben készülni az életre, mint hogyha futottak még kategóriájú iskolába járna. Nem, mint hogyha az egyszerű kisiskolák, városszéli iskoláknak nem menne nagyon fontos apostoli szerepe, de ez egy óriási kincs, hogy ilyen elődök után ülhet be valaki ezekbe az iskolapadokba, ezekbe a tantermekbe. Manapság nem tudunk olyan mértékű rendi jelenlétet biztosítani iskolában, mint amilyen volt mondjuk a felosztatáskor, amikor több mint 230 rendtag volt, és ezeknek túlnyomó többsége az iskolákban dolgozott. De azok a civil, laikus munkatársak, akik az iskolákban dolgoznak, azok úgy látom és úgy érzékelem, hogy a lehető legnagyobb mértékben elkötelezettek felénk, és próbálnak abban a szellemben viszonyulni a gyerekekhez, abban az igényességet érvényesíteni a szakmai munkájukban, ami a Genius Lociból, a hely szelleméből ugye következik, és hát így mondjam, erkölcsi kötelességként nehezedik rájuk. Rohan a műsoridő, vége felé járunk. Két kérdésem lenne még, ha lehet aránylag röviden, bár tudom, ez egy nagyon buta kérés. Az írci apátság, és én most itt kimondottan a szerzetes rendnek, tehát nem a társadalmi szerepvállalásra, hanem a szerzetes rendnek a jövőjét hogyan látja, hogyan ítéli meg? Ahogy az előbb említette, hogy akkor voltak 700-an, vagy még többen, hát most kicsit szerényebb a létszám. Én is sokszor kérdeztem már Jóistentől, hogy mit akar velünk, de még nem kaptam adekvát választ. Annyi megnyugtató választ azért mégis kaptam, hogy kevesen vagyunk, de a 12 apostolból lett egy egyház. Úgyhogy ők is töprengtek, és hogy így mondjam, vakargatták a fejüket, amikor Jézus keresztre feszítése után ugye titokban össze-össze jöttek, hogy most mi lesz, mire jutunk, mit tudunk kezdeni ezek után azzal, amit kaptunk, mit tudunk azzal kezdeni, amit Jézus mondott nekünk ilyen körülmények között. Volt bennük félelem, bizonytalanság, de még a Szentlélek eljövetele után sem volt könnyű dolguk, pedig azért a Szentlélek megerősítése, hogy ilyen pestélyesen fogalmazzak, azért az nem semmi. És hát mégis volt bennük némi bizonytalanság és kétség, de helyt álltak. Tehát én azt gondolom, hogy Jóisten a mi hűségünkből, a mi áldhatosságunkból tud építkezni, erre tud alapozni a jövőben. 4-5, tehát 10-nél kevesebb ciszterci jött ide a török idők után, és indított el újra az életet itt a romokon. Mi ehhez képest sokkal jobb helyzetben vagyunk. Úgyhogy én bízok abban, hogy ha Isten akar velünk valamit, akkor megfelelőképpen ezt be is fogja bizonyítani, láthatóvá is fogja tenni. Nehéz ezt kivárni, én ezt elhiszem, nekem a legnehezebb, vagy nekünk a legnehezebb, a közösség tagjainak. De hát azért ez mégiscsak egy alapvető tény, hogy a 25 ciszterciből, aki Magyarországon létezik és él,
ebből 14-15-en 50 év alattiak vagyunk. Tehát, hogy így mondjam, a kor összetétel szempontjából stabilnak mondható a helyzet. Nem vagyunk olyan gazdagon ellátva karizmákkal, mint mondjuk a 200-230 fős közösség lennénk. De hát az Isten a kövekből is tud embereket támasztani, úgyhogy én hívő emberként, nem csak kötelességszerűen, hanem őszintén bizakodó vagyok, és majd hogyha az igazi főapát ott fönt eldönti, hogy mi hogy legyen, akkor ennek látható jele is lesznek itt közöttünk, úgyhogy türelem rózsát terem, nagyon igaz mondás. Mi szurkolunk önöknek, azt hiszem ezt nyugodtan mondhatom. Lassan elkészül a vacsoránk, úgyhogy már csak egy rövid teológiai kérdés engem mindig nagyon izgatott, lehet, hogy a nézőinket nem annyira, hogy miért van az, hogy a miséken a lelkészek, a papok bort is, és ostyát is, kenyeret is vesznek magukhoz, ahogy ez a Bibliában is írva van, a hívők viszont meg csak egy kis ostyadarabot kapnak. Az ostyadarab azért ez nagyon sokat jelent, hogy az eukarisztia, tehát a színek alatt jelenlévő Jézus Krisztus valóságos teste, tehát ez egy nagyon értékes morzsa, hogy így mondjam. Egész egyszerűen ez egy kialakult gyakorlat. Az ókeresztény időkben természetesen a szent vérrel és a szent testtel együtt végezték a szent áldozást. Ez hosszú ideig gyakorlatban a szertes közösségekben főképpen. A hívő nagy száma miatt, így mondjuk, kicsit a praktikum hozta magával azt, hogy csak az eukarisztikus kenyeret, Krisztus testét nyújtjuk a híveknek. Vannak olyan alkalmak, amikor a liturgikus előírások ezt ajánlják és lehetővé is teszik, hogy két szín alatt a szent vérrel együtt vegyék az eukarisztiát magukhoz a hívők. Ez ugye úrnapja, húsvét, de még adott esetben a karácsony is. Szemben a protestáns református evangélikus testvéreinkkel, ugye az úrvacsora nem olyan gyakori, mint nálunk a szentmise, ezért ott aztán hát gyakorlatilag kenyérrel és a borral fejezik ki, és élik meg az eukarisztikus közösséget. Ugye a kenyér és a bornak, ahogy tetszett mondani, a biblikus gyökerei vannak, tehát nem valaki kitalálta Rómában, hogy ez így lesz jó, hanem az utolsó vacsorán is ugye Jézus Krisztus maga cselekedett így, ennél fogva ezt a mondjuk így utasítást mi nagyon komolyan vesszük, és amikor a pap cselekszik, akkor nem ő cselekszik, hanem Jézus Krisztus cselekszik az ő személyén keresztül, tehát az eukarisztikus esemény az Jézus Krisztus műve, nem emberi alkotás, nem emberi mű, ezért is van a nagy értéke. Onnantól kezdve nem kenyér és bor, hanem Krisztus teste és vére. Köszönöm szépen. És köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, köszönöm, hogy eljöttek, találkozunk a jövő héten. És köszönöm apát úrnak még egyszer, hogy vendégünk volt. És köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a Zirci TV nézőket, a környékbelieket is.